szeretettel köszöntök mindenkit, a nevem Budai Neurosz Réka, a kedvesté ingyenes gyermekgyógytudomány webkonferencia háziasszonyaként üdvözlök mindenkit Kárpát-medencén innen és túl. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Sydneytől Erdélyig, Székelyföldtől Kanadáig, Ausztriában is hallgatnak bennünket. Egy nagyon érdekes webkonferenciának lehetünk ma a szem és fültanúi, és nem is szaporítanám tovább a szót, a cím is beszédes, hogy kéz balesete és gátorüregi csontszövet kialakulása. Ma is tudom, Gyitjen egyes esetét fogjuk ma feldolgozni, 2019. első decemberi előadásán. Azt hiszem, hogy a balesetek témaköre nagyon érdekes történetet vagy gondolatot vet fel, hiszen ha jól tudom, akkor a germánygyógytudomány témakörébe, tárgykörébe nem tartoznak a balesetek, a mérgezések, a sugárzások. Viszont az, ahogyan egy balesetre reagálunk, vagy ahogyan a balesetet megéljük, az viszont nagyon gyakran konfliktust okoz. Ez pontosan így van. Erről fog pár bevezető gondolatot ismertetni velünk a ma esti házigazda, dr. Budai László Károly, szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász és germánygyógytudomány terapeuta, de még mielőtt a lovak közé csapnánk, arra kérlek, Karesz, hogy ismertesd, hogy mi a germánygyógytudomány, kifedezte fel, illetve melyek azok az alaptörvények, amelyek mindenkinek ismernie kellene ahhoz, hogy ezt az esetbemutatót érteni, értelmezni tudja. Nagyon köszönöm a bevezetődet, Réka, mert tényleg nem tartoznak a balesetek, a hiányos táplálkozás, az orvosi műhibák, a mérgezések nem tartoznak a germánygyógytudomány tárgykörébe, de egy baleset kapcsán azért mindenkinek lesznek következmény konfliktusai, vagyis az, ahogyan a balesetet megéli, ahogyan arra gondol, amilyen konfliktust okoz ez számára, az viszont már a germánygyógytudomány tárgykörébe tartozik. Maga a baleset az nem. Ezt nagyon jó tisztázni az elején, mert ugye a Facebookon is volt erre utaló kérdés. A germánygyógytudomány rövid ismertetőjével fogom kezdeni, majd a más studentem Mékenről egy rövid összefoglalót, hogy tudjuk értelmezni ennek a fantasztikus dallamnak a fontosságát az életünkben, és tudjuk a dallamnak a fontosságát értékelni a gyógyulásunkban is. Itt valami nagyon érdekes dologot fog ez a dallam elvégezni, és ez szerintem újabb lendületet fog adni az embereknek, akik akár milyen daganatos betegséggel is rendelkeznek, hogy igen, érdemes hallgatni Hammer doktornak ezt a csodálatos arhaikus dallamát. Hammer doktorról tudjuk, hogy ő a germán gyógytudomány felfedezője, atya, és hogy az életének a tragédiájának köszönheti az öt természettörvény felismerését. Mint tudjuk, 19 éves fia, 1978. december 7-én halt meg a Kaljai közt egy szerencsétlen baleset vagy gyilkosság következtében. Ugyan Hammer doktor 111 napot küzdött a fia Dirk Hammer életéért, de 19 műtétel se lehetett a fiú életét megmenteni, és mint említettem, december 7-én 1978-ban meghal az édesapja Karjai között. Hammer doktornak ezután rövid időre rá, két hónap múlva már here rákot diagnosztizálnak, és az akkori tudásával a műtétbe beleegyezik, de kemó és sugárkezelést nem vállal. Az orvosok 1% túlélési esélyt adtak számára, hiszen a hashártyán is mutattak ki sejtszaporulatot, amit ugye az akadémikus orvoslás áttéteknek nevez, de látni fogjuk, hogy az áttétek azok valójában nem léteznek. Viszont minden egyes konfliktusról tudunk egy újabb és egy újabb értelmes biológiai programot elindítani. 1981-ig
Hammer doktor egy ráklinikán dolgozott, ahol alkalma volt a daganatos betegeket kikérdezni, hogy milyen lelki megrázkódtatás érte őket a daganat megjelenése előtt, és minden esetben egy konkrét választ kapott, vagyis egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás volt az, ami elindította a daganatos folyamatot. A felismerését a rákvas törvényének nevezte Hammer doktor, és ebben a DHS kritériumait rögzíti, amit Dirk-Hammer szindrómának nevezünk, vagyis azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon bennünk, nem csak egy daganatos folyamat, hanem egy akármilyen úgynevezett betegség. Hammer doktor ezeket a betegségeket értelmes biológiai különprogramoknak nevezik, látjuk a fólia legalján jobb oldalt rövidítve EBK rövidítése. Ez az első számú természettörvény volt 1981-ben, amit Hammer doktor leírt. Akkor még nem tudta, hogy további törvényeket is fog felfedezni, de az idő teltével újabb és újabb összefüggésekre jött rá. A lényeg viszont az első törvény, mert ha ezt megértjük, hogy hogyan alakul ki, akkor azt is fogjuk tudni, hogy hogyan akadályozzuk meg, hogy egyáltalán egy daganat kialakuljon a szervezetünkben, vagy akármilyen krónikus betegség. Tehát mindig egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásról van szó, ami hirtelen váratlanul tör ránk, és ez a súlyos érzelmi konfliktus mindig egy félelem érzése, hiszen ha valakire váratlanul, mit tudom én, egy nagy öröm szakad rá, valami törökölt, vagy nyert, vagy valami nagy öröm éri, abban senki sem betegszik bele. Ezzel egyetértünk, azt hiszem, mindenkivel. A legfontosabb dolog, hogy ezt mind magányosan éljük meg, és benne ragadunk ebben a félelemben. Ez lesz az, ami elindít az agy közvetítésével egy szervi választ a szervezetünkben, és ezért a három szinten lezajló folyamatot biológiai konfliktusnak is nevezzük. A lényeg tehát az, hogy mindig fog minket váratlan, meglepetésszerű, megrázó élmény érni, de kérdés, hogy meddig ülünk bent a konfliktusba. Ugyanis ha lezárjuk minden napunkat békével, megértéssel, megbocsátással, empátiával, hogy elmondjam, hogy mit jelent az, hogy érzelmi feloldás, tehát ha az érzelmi konfliktust érzelmileg lezárjuk minden nap, akkor nem kell számítanunk különösebb szervi elváltozásra. Nyilván, hogy a szervi elváltozásnak a foka, mérete attól függ, hogy mi meddig ülünk ebben a konfliktusban, meddig nem tudjuk ezt feldolgozni érzelmileg. Azt se felejtsük el, hogy a konfliktus pillanatában rögzülnek azok a körülmények, amelyek közt mi ezt a konfliktust megértük. Hammer doktor ezeket síneknek nevezi, és ezek a körülmények aztán már újabb konfliktus nélkül is elindítják ezt az értelmes biológiai különprogramot, hiszen minden bennünk zajló folyamatnak, biológiai folyamatnak értelme van, és nem indul el, csak ha mi elindítjuk, illetve ha nem állítjuk le. Ezért lenne jó megjegyeznünk azt a régi javaslatot, a 2000 éves javaslatot, hogy nem újjék el nap a haragunkkal, és kiegészíteni még azzal is, hogy az új nap az azt jelenti, hogy tiszta lap, nem csak a környezetünknek, hanem önmagunknak is. A konfliktusok során mindenki a saját megélésével fog találkozni, soha nem az számít, hogy mi történt valójában, hanem csak az egyetlen kérdés az, hogy én hogyan éltem meg az adott konfliktust. Erre fog a szervezetünk egy értelmes, túlélő választ adni. Nem sokkal az első természettörvény felfedezése után Hammer doktor már a második természettörvényt is felfedezi, és ezt itt ebben a grafikonban ábrázolta, amit Hammeri iránytűnek is szoktunk nevezni. Ő ugyanis belgyógyász főorvos, és tisztában van nagyon a tünettannal, és ugye tudjuk, hogy a tüneteinknek egy része hideg tünet, egy másik része pedig meleg tünet, ha egészen egyszerűen akarjuk őket csoportosítani.
A hideg tüneteket kék színnel jelzi Hammer doktor. Ezek mindig a konfliktus becsapódása után jelentkeznek, hiszen ilyenkor hideg a kezünk, hideg a lábunk, de emelkedik a vérnyomás, a pulzusszám, a légzésszám, nehezen alszunk el, vagy elalszunk, felébredünk, nincs étvágyunk, nem táplálkozunk rendesen, lefogyunk. Hát ez a konfliktus aktív szakasznak az általános jellemzése. Aztán, ha megtörténik a konfliktus megoldása, itt a KMS-t jelenti, akkor a megoldás követő szakaszban a biológiánk helyreállítja azt, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélésünkért tett. Ugyanis a konfliktus aktív szakaszban már arra, amit mi érzelmileg nem tudunk megoldani, kapunk egy biológiai segítséget, egy választ. Minden a lélek agyszerv szintjén fog végbe menni. Természetesen, ha megtörténik a konfliktus megoldása, ez is lélek agyszerv szinten történik meg. Tehát lelkileg megnyugodtunk, hogy megoldódott az a probléma. Agyi szinten kialakul egy ödéma, ami fejfájást okoz, szervi szinten pedig gyulladás fog kialakulni, és a gyulladás tüneteit már az ókortól ismerjük, az, hogy duzzad, hogy fáj, hogy piros, hogy meleg, és az, hogy nem működik az adott rész úgy, mint addig, ezzel mindenki tisztában van, ha mondjuk volt már egy ízületi fájdalma, vagy éppenséggel valamilyen emésztőrendszeri fájdalma. Az epileptoid krízisben az agyi központ jön rendbe, a Hammeri gócból kipréselődik az a folyadék, ami oda eddig összegyűlt, megszűnik a fejfájás, kipréselődik a folyadék, vagyis a víz szervi szintről is, és itt fogjuk megtapasztalni a legsúlyosabb tüneteket. Itt már nem a gyulladás tünetei lesznek az irányadóak, hanem esetenként életveszélyes állapotok lépnek fel, de természetes ez is csak a mi megélésünktől függ, hogy meddig ültünk a konfliktus aktív szakaszban. Nos, ha bűzkonfliktusunk volt, és a DHS csupán annyit jelent, hogy valami nagyon gyanúsat hallottunk, és gondolkodunk rajta, hogy ez vajon hogyan is történhetett, akkor a megoldásban egy tüsszentéssel jelzi a szervezetünk az epileptoid krízist, és nincsen semmilyen különösebb következmény. Ez egy gyorsan végigfutott programnak az eredménye, de sajnos nagyon sokáig benne tudunk ülni a konfliktus aktív szakaszban, mondjuk egy vagyonnal kapcsolatos, örökséggel kapcsolatos ügyben, és megy a harc a falatért, ahogy Hammer doktor nevezi ezt, és akkor az epileptoid krízisben hát súlyos epe és hasnyálmirigy programjaink lesznek életveszélyes állapottal. A hegesedési fázisnak az lesz a lényege, hogy itt fognak megerősödni azok a szövetek, amelyek helyreállítása már az exudatív fázisban elkezdődött, és a hegszövet kialakulása alatt is extrém fáradtságot fogunk élni, melegek lesznek a végtagjaink, a hangulatunk már jó, az étvágyunk jó, aludni is tudunk, csak éppenséggel extrém fáradtságot élünk meg. Jó lenne tisztában lenni azzal, hogyha itt tartunk, akkor még néhány nap választ el minket a teljes gyógyulástól. Az epileptoid krízisre még visszatérve, azért epileptoid, mert itt lezajlik le az epilepsziás görcsroham is, ha a DHS egy mozgással kapcsolatos súlyos megélés volt, ami életveszélyes állapotot jelentett számunkra. Itt történik meg aztán az izomrángás, az eszméletvesztés és minden, ami a grand mal epilepsziára vonatkozik. Erről külön webkonferenciában beszélek. Tehát nagyon logikus a történet, ugyanis a konfliktus aktív szakaszban azt, amit a szervezetünk, a túlélésünk érdekében megtesz sejtszinten, avagy működés szintjén, azt helyre fogja állítani a megoldási szakaszban, ha ezt természetesen hagyjuk, és nem akasztjuk el a gyógyulásunkat. Ajánlom mindenkinek a Miért akad el a gyógyulásunk című előadásnak a megtekintését, hogy ne kövessünk el olyan dolgokat, amivel leállítanánk a biológiának csodálatos öngyógyító mechanizmusát. A második természet törvény után is tovább kutat Hammer doktor, és ekkor jut el arra a felismerésre, amire őt az embriológia tanulmányozása és a magatartás
tudománykutatása segítette. Az embriológia azzal a 9 hónappal foglalkozik, ami az anyaméhben telik el a megtermékenyítés pillanatától a megszületésünkig. A megtermékenyítés után ugye a megtermékenyített petesejt rohamosan osztódik, és a petevezeték külső harmadából 8-10 nap után bejut a méhbe, az anyamébe, és itt felveszi a kapcsolatot az anyaméh nyálkahártyájával, megtörténik a beágyazódás, de előtte az a sok sejt, ami ide érkezik, három csíralemezzé alakul, és ennek a keresztmetszeti képét látjuk itt Hammer doktor rajzán, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, és a megfelelő színű nyilak mutatják is, hogy főként milyen típusú konfliktusok lesznek azok, amelyek az innen származó sejteket érintik, illetve hogy ezeknek a sejteknek hol van az agyi irányító központja. Nos, nagyon röviden, mert ezekről mind külön webkonferenciákat meg lehet nézni. A sárgával jelzett belső csiralemezből vagy endodermából származó sejtjeink a falatkonfliktusokat oldják meg számunkra, de nem csak a táplálékfalatot, aminek ábrázolását itt látjuk, hanem azokat a falatokat is idézőjelben, amelyek szükségesek az életben maradásunkhoz. Mert ugye nem csak kenyérrel él az ember, a túlélésünkhöz levegőre, vízre, fényre és hangra is szükségünk van. Ezeknek az irányító központja mind az agytörzsben található, és adott konfliktusok esetén tehát a koponya CT-n itt fogjuk megtalálni a hámeri gócokat, szervi szinten pedig a sejtek szaporításával fogunk válaszolni konfliktus aktív szakaszban, és lebontjuk a megfelelő sejteket a megoldási szakaszban, hiszen nem tartunk el egy sejtet sem feleslegesen. A középső narancs színű csíralemez a mezoderma sejtjeit két irányító központ fogja vezérelni. Látjuk itt a kisagyat és fölötte ezt a kifliszerű narancssárga képletet a nyílirányú metszetben, ez bizony a fehér állomány. Nos, a kisagy a délt vagy valós támadások esetén indít el a hozzátartozó szövetekben sejtszaporulatot. Ez az írha és járulékai, valamint a burkok, hashártya, mellhártya és szívburok. Ugyancsak a kisagy lesz az, aki a túlzásba vitt aggódás következtében a gondozási konfliktus hatására a mell tejtermelő sejtjének a szaporulatát is beindítja, ugyanis akiért aggódunk, azt úgy tudjuk megmenteni biológiai szinten, ha tápláljuk őket, és ezt nem csak nők, hanem férfiak is képesek túlzott aggódással beindítani. Ez lesz az emlődaganatnak az egyik formája, az emlődaganatról is külön webkonferencia van, illetve a vért vagy valós támadásokról is. Tehát itt is először építjük a sejteket, a megoldásban meg lebontjuk a feleslegessé vált sejteket. A fehér állomány az már a nagyagyhoz tartozik, látjuk, hogy itt a felső rajzból, ahol fehér szín jelzi a hiányát, tehát ez oda tartozik. Most a nagyagy fehér állománya az önleértékelési konfliktusokra fog reagálni, ugyanis az önleértékelés önpusztítást jelent, mégpedig azokban a sejtjeinkben, amelyek a mozgáshoz kötöttek, azért látunk itt egy csontvázat Hammer doktor ábráján. Ugye a mozdulat elvégzéséhez szükségesek a következő szövetek, itt van a csontszövet, a második a porc és innak, amik összekötik a csontokat, a harmadik az izmok, amelyek elmozdítják a csontokat, a negyedik az erek, osztógyűjtő nyirokerek, amelyek megfelelő vérellátást adnak az izmok számára, hogy egyáltalán működni is tudjanak, és a kötőszövet, zsírszövet, az ötödik szövet, ami a fehér állomány irányítása alá tartozik. Ezek is először sorvadnak, és a megoldási szakaszban fognak megerősödni. Mindig többet építünk vissza, mint amit lebontottunk, hiszen épp ez a biológiai értelem, ha valami nem jó, önleértékelésként éri meg a szervezetünk, azt lebontja, és amikor megoldottuk a konfliktust, akkor egy erősebb szövetet kapunk, mint amit lebontottunk.
A piros színnel jelzett külső csiralemez vagy ektodermos sejtjeit az agykéreg irányítja, a piros baba az elválasztási konfliktusokat ábrázolja. Ez azt jelenti, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzám érjenek, hogy átöleljenek, és ez itt is mindig először sejtszintű sorvadás indul, amit neurodermitisnek fognak diagnosztizálni zsibbadással, érzéketlenséggel, hűvös bőrrel, majd a megoldási szakaszban jönnek a gyulladásos történetek. Az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja, mind a birtok konfliktusokról, mind az elválasztási konfliktusokról, természetesen külön webkonferenciában foglalkozunk. Ami nagyon lényeges ennek a képnek az üzenete az is egyben, hogy látjuk, hogy a szervezetünkben rend van, hierarchia van, és nem fog egyik sejtünk sem elköszönni a főnökétől, hogy így fogalmazzak, és bejelentkezik mondjuk egy másik idegi központba, hogy mondjuk prostata sejtként elbúcsúzok az agytörstől, és bejelentkezek a fehér állományhoz, hogy én bizony most már csontsejt szeretnék lenni. Tehát biológiai képtelenség az, hogy áttétek léteznének, viszont vannak újabb és újabb és újabb konfliktusok, és minden egyes konfliktusra egy külön programot indítunk el. Tehát a rák diagnózisának hallatán természetesen elindulnak félelmek bennünk, és a megfelelő félelmekre a megfelelő biológiai választ fogjuk adni. Nyilván a halálfélelem az mindig a tüdőszövet szaporulatát fogja elindítani, mert a felsorolt falatok közül a levegőfalat az, amivel legrövidebb ideig kibírnánk az életet, tehát minden halálfélelem tüdőszövet szaporulatot fog okozni. A harmadik természettörvényt összefoglalva tehát a Hámeri iránytűvel együtt láthatjuk, hogy vannak tehát sejtek, amelyek konfliktusaktív szakaszban szaporodnak, ezt mutatja a sárga szín, ismétlésként tehát a falat konfliktusok, valamint a vélt és valós támadások, valamint a gondozás, túlzásba vitt aggódás, ezek azok a konfliktusok, amikor mindig először sejteket szaporítunk, majd a megoldási szakaszban gyulladásos folyamatok közepette le fogjuk bontani a feleslegessé vált sejteket. A feleslegessé vált sejtek mindig a nyirokszövetbe jutnak, és ott lesznek átdolgozva, újrahasznosítva, mert semmit se dobunk ki, csak úgy a szervezetünkből, ami még felhasználható belőle, azt a nyirokrendszer fogja, mondjam úgy, hogy kimazsolázni, és a szervezetünk számára értékesíteni. Tehát a nyirok, a környező nyirokcsomók megduzzadása egy-egy daganatos folyamat során nem áttétet jelent, hanem magát a gyógyulási folyamatot. Ha sejteket sorvasztottunk a konfliktus aktív szakaszban, mert hosszú ideig benne ültünk egy önleértékelésben, vagy egy elválasztási konfliktusban, vagy egy birtok konfliktusban, akkor a megoldási szakaszban fogjuk ezeket a sejteket visszaépíteni, és az elválasztási konfliktusban, illetve az önleértékelési konfliktusban is mindig fájdalommal fog ez a visszaépítés megtörténni. A birtok konfliktusoknál vannak olyan programok, ahol a fájdalom rögtön a konfliktus aktív szakaszban jelentkezik, akiket ez érdekel, nézze meg a fájdalomról szóló webkonferencia anyagot. A harmadik mód, ahogyan a túlélést tudja a szervezetünk biztosítani, az nem a sejtekkel való számbeli játék, idézőjelben a játékot, hanem a működésnek a módosítása, vagyis konfliktus aktív szakaszban fékezünk, gátolunk, visszafogunk egy bizonyos működést, majd ezt fogjuk a megoldási szakaszban helyre tenni. A idegbántalmak, neuritis, neuropátia című előadásban erről külön tájékozódhatunk. A krónikus betegségek kialakulásának az az oka, hogy vagy fel se oldjuk a konfliktust, itt látjuk az ábrát, és akkor természetesen túlzott mértékű sejtszaporulatot, vagy sejthiányt, vagy működésgátlást fogunk fenntartani, vagy megoldódik a konfliktus, az élet úgy hozza, hogy megoldódik, de mivel nem érzelmileg oldottuk fel,
Ezért, ha sínre kerülünk, a programot újra és újra elejétől végig lefuttatjuk. Ez akkor jön be, ha a sínek ritkán érkeznek. Viszont, hogyha túl gyakran kerülünk sínre, és itt a harmadik rajzban ezt látjuk, ezek a kék szakaszok ezt jelzik, akkor a megoldási szakasz elakad, és gyakorlatilag egy folyamatos fájdalom, gyulladás fog fennállni, és nyilvánvaló, hogy programoktól függően más-más tünetekkel, de a fájdalom az egy huzamos és állandó jelzése lesz annak, hogy nem zártuk le a programunkat. A negyedik természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, ami segítőink, bennünk laknak gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok. És látjuk ezen a Hammer doktor által készített táblán, hogy ezek csíralemezhez kötötten segítenek nekünk a sejtek számának helyreállításához, vagyis a falatkonfliktusok és támadási konfliktusok esetén gombák és gombabaktériumok segítenek eltakarítani a felesleges sejteket. Az önleértékelési és az önleértékelési konfliktusok során a baktériumok segítenek, az elválasztási konfliktusok esetén és a birtokkonfliktusok esetén természetesen a vírusok. Hammer doktor megjegyzi, ha egyáltalán léteznek, hiszen a vírusok körül még sok minden tisztázandó van, de a negyedik természettörvényről részletesen beszéltem a Lyme-kórról szóló webkonferencia anyagban, most nem mennék további részletekbe. Vagyis különbséget kell tennünk a bennünk élő, hasznos segítőink és a külvilágban levő ártó mikroorganizmusok között, és ezek a külvilágban levő mikroorganizmusok akár biológiai fegyverek is lehetnek. Az ötödik természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy mindennek értelme van, ami bennünk történik. Nincsenek ismeretlen, gyógyíthatatlan, rossz indulatú folyamatok. Rossz indulat csak az emberek fejében létezik, a biológiában értelmes biológiai különprogramok futnak. Mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. A DHS pillanatában már eldől a mi megélésünk következtében, hogy sejteket fogunk építeni, bontani vagy működést fogunk változtatni. És hogyha megengedjük, hogy végigfusson a program, akkor a szervezetünk mindent rendbe hoz. Tehát nem istenverése egy-egy úgynevezett betegség, hanem egy nagyon értelmes, túlélő program van minden sejtünkbe bekódolva. A My Student and Meekhand Hammer doktor a feleségének írta a 20. házassági évfordulója alkalmából, itt látjuk Hammer doktor szövegét, 1976-ban írtam egy 5 versszakból álló dalt feleségemnek, Zigridnek, a dallam is tőlem származik. Tehát a dallam és a szöveg is tőle származik, ezért archaikus dallam, és a zeneszerző barátja Giovanna Conti hívta fel a figyelmet Hammer doktornak arra, hogy lám ennek a dallamnak a hullámzása, valamint a Hammer iránytűnek a vonalvezetése csak nem egyszerre fut. És ez egy nagyon lényeges helyzet, ugyanis a dallam hatni fog a biológiai programunkra, azt, hogy éppen hol tartunk, és hogy hogyan hat, az természetesen bemutatásra kerül, viszont felhívnám a figyelmet egy nagyon, de nagyon lényeges dologra. Nem mindegy, hogy honnan töltjük le, honnan kapjuk meg az eredeti My Student and Meekhand. Ugyanis az idei első háromnapos képzésünk után egy hangmérnök hallgatónk küldte el a következő ábrákat, bemérte azt a zenét, amit tőlem kapnak a hallgatók, itt ez van rajta, hogy Gerd énekel, és ellenőrizte azt, hogy az internetről letölthető dallamnak milyen a vezetése. Tessék megnézni az eredetit, és következik az, ami át van írva. Itt van, tessék nézni a
a spanyol nevű címe, megtalálható az interneten, ez a kép van hozzá csatolva, és ez az egész át van szerkesztve. Így írja a hallgatónk, igazatok volt a zenével kapcsolatban, beraktam egy profi szerkesztő programba, teljesen át van szabva a neten lévő BPM értéktől kezdve, elkezdtük hallgatni a tőled kapottat, nagyon erős hatások kezdődtek. Ezzelről részletesen a My Studenten Méken a gyakorlatban című előadásban szólok, csak itt is megemlítettem, hogy mindenki tudja, hogy az eredeti dallamot kéne hallgatni, és mivel Hámer doktor úgy rendelkezett, hogy ezt a betegei ingyen kapják meg, ezért természetesen tőlem ingyen kapja meg az, aki kéri. Csak szeretnék hozzászólni, a weblapon a www.drbudai-germangyógytudomány.hu oldalon, ha a jobb felső sarokba klikkelünk a kis háromszög szimbólumra, akkor a YouTube csatornán kötünk ki, és az archaikus varázsdallamról, a My Studentem Mikjelről egy lejátszási listát találnak, amelyben nem csak ennek a webkonferenciának az anyagát hallgathatják meg, amit az előbb bemutattál a két képet, hanem más anyagokat is, amelyek szintén az archaikus varázsdallamról szólnak. Vagyis esetbemutatások Hámer doktor 700 oldalas könyvéből, és ez a webkonferencia is egy esetbemutatás lesz. Az, hogy hogyan hat ez a dallam, ez valami csodálatos, mert ugye attól függ, hogy éppenséggel milyen programokat futtatunk. A lényeg az, hogyha valaki feszült, ideges, mert ugye ez a konfliktus aktív szakasznak a jellemzője, hogy stresszes az életünk, nem tudok elaludni, akkor kérem szépen, ha betesszük a My Studenten Mékent, látjuk az ábrán, hogy a konfliktus aktív tömeget letranszformálja, ezt Hámer doktor kis oldásnak nevezi, és ennek lesz a következménye, hogy megtörténik a nagy oldás, vagyis az egész programnak az oldása megtörténik ezután. A megoldási szakaszban nem lesznek különösebb tünetei. Egy nagyon lényeges kérdés ez, főleg ugye, amikor a kortikális konfliktusokról beszélünk, vagyis az agykérekhez a piros színnel jelzett konfliktusokról beszélünk, mint elválasztási konfliktus, birtok konfliktusok, de ide vannak, itt vannak a mozgató, érző és látókérgi hallás birtok konfliktusok, tehát minden, ami az agykérekhez tartozik. Ezekben a konfliktusokban, amint látjuk, tehát letranszformálja a konfliktus tömeget, és ez a konstellált állapotok esetén nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen a viselkedés változás kiegyenlítődik, és az addig hát feltűnően kóros viselkedésű emberek is teljesen normálisan fognak viselkedni, részletek természetesen az előbbi webkonferenciákban. Amikor viszont sárga vagy narancssárga mezőről beszélünk, tehát belső csíralemez vagy középső csíralemez történéseiről, akkor itt nem letranszformálja, hanem satúféket nyom, és teljesen leállítja a konfliktus aktív szakaszt. Ennek gyakorlati haszna az például, hogy nem fog a tumor tovább növekedni, ugye? Mert ezeknél a programoknál mindig sejtszaporítással indítunk. Nem lesz nagyobb a melldaganat, a béldaganat, a májdaganat, a tüdődaganat, hogyha már konfliktus aktív szakaszban hallgatjuk ezt a csodálatos dallamat, kivéve ugye optikai sín. A megoldást követő fázisban, tehát amikor már fájdalmaink vannak, és akkor kezdjük hallgatni a dallamot, akkor látjuk, hogy optimalizálja a programnak a kifutását, és nem engedi meg a konfliktus recidívák becsapódását éjjel álmunkban sem, és nappal sem, ha a konfliktust valójában érzelmileg feloldottuk, viszont itt is a kérdés az, hogy az optikai sín elakasztja-e egy rövid időre a dallam hatását. Érdemes folyamatosan hallgatni 0-24 órában ezt a csodálatos dallamot,
Pontosan azért, hogy kivezessen minket az elakadt programokból. Amikor policiklikus lefolyásról beszélünk, láthatjuk, hogy a dallamnak a beiktatásával megtörténik a programnak a kivezetése. A függő gyógyulás esetén is, ha hallgatjuk a dallamot, látható, hogy segít a programot kivezetni. Biológiai szinten dolgozik a dallam, természetesen a konfliktus feloldása továbbra is a mi feladatunk marad, de időt kapunk ahhoz, hogy tisztázzuk és lezárjuk a konfliktusainkat, illetve hatalmas segítséget nyújt a dallam abban, hogy megálmodjuk azt, amit meg kell oldanunk. Vagy úgy álmodjuk meg egy régi konfliktusunkat, hogy abból győztesen jövünk ki, és ha fel se ébredünk álmunkban, mondjam azt, hogy álmunkban megoldjuk magát a konfliktust. Legtöbbször azért felriadunk az epileptoid krízis során, és rájövünk 17 éve lezárult, vagyis 17 éve fel nem oldott konfliktusokra is. Ezek akkor fognak megtörténni, amikor a konfliktus valóban lezárhatóvá válik. A Hammer doktor a könyvében 10 mágikus képességről ír, de emberre, állatra egyaránt hat ez a dallam. A hallgatóktól is vannak visszajelzések, hogy állatra, lovakra, illetve növényekre hogyan hat az a csodálatos dallam. Ettem olyan almát, ami a más studenten mélyként hallgatta, és semmilyen vegyszerrel ez az alma nem volt kezelve. Hát meg kell mondjam, hogy csodálatos ízű gyümölcsről beszélünk, amit utoljára gyerekkoromban ettem nagyanyámnál. Tehát megtöri mindenfajta pánik átkát. Ez egy lényeges dolog, hogy a félelmeinket letranszformálja, megnyugtatja. Az embereknek természetesen itt el kéne tudni fogadni Hammer doktornak a hangját, magát a dallamot, azt, hogy németül énekel, és senkinek nem kell értenie magát a szöveget. Csak a nagyokos agyunk akar mindent érteni. Nem kell semmit érteni, csak hallgatni, folyamatosan, végtelenre állítva ezt a csodálatos dallamot, és akkor meg fogjuk tapasztalni mindannyian, hogy milyen hatással van rá. Felhívom a figyelmet, hogy gyerekeknek, akár pár hónapos csecsemőknek is a dallam hallgatása nagyon, de nagyon tud segíteni abban, hogy éppen a meglévő biológiai programjaikat, mondjam úgy, hogy kisimítsa. Megakadályozza, hogy hallgatása alatt a konfliktus recidívák eltalálják a lelkünket, ezt már említettem, és itt kell vigyázni ugye az optikai sínre. Egy nagyon lényeges, hogy az aktív rákot megállítja, anélkül, hogy megoldaná, ugye ezt missing linknek nevezte Hammer doktor hiányzó láncszemnek, mert természetesen nem a dallamnak a feladata, a rák gyógyítása, az még mindig a mi feladatunk marad, viszont segít abban, hogy a program mielőbb kifusson, ha mindent megoldottunk. Aztán minden aktív kortikális konfliktus letranszformál, ezt már említettem és mutattam az ábrát, hogy az agykérekhez tartozó konfliktusok, tehát motoros konfliktusok, ami a szklerózis multiplextől a bénulásokig ide tartozik, a szenzoros konfliktusok, ide jön akár Alzheimer vagy Parkinson-kor, a posztszenzoros látókérek, hallókérek, tehát látás-hallás problémákat, és természetesen a birtok konfliktusoknál nagyon, de nagyon lényeges ennek a dallamnak a hatása, és a konstellált állapotoknak vagyis a viselkedés változással járó konfliktus halmozások, a pszichózisoknak a megoldása. 2-3 héttel ezelőtt beszéltem a terhességi pszichózisról, és a más studenten méghennek az erre való hatásáról. Az is ki fog kerülni a weblapra. Aztán ki tudja védeni a kapott morfium utáni elvonási tüneteket. Ez egy nagyon lényeges dolog, hiszen tudjuk, hogy a morfium
az epileptoid krízisben a szív megállásához vezet, tehát azt mindenképpen ki kéne vezetni a terápiából, vagy szintetikus morfiumot, ilyen-olyan tapaszokat. A másteneten méhen rezgései tehát a morfium rezgéseit felülírják, és a betegben lévő pánikot is. A fájdalom terápia tehát egy új módja kezdődhet el morfium nélkül. Vannak reumás fájdalmak, erről is lesz még szó. A másteneten méhen ezeket a reuma fájdalmakat és a csonthártyában levő fájdalmakat igen gyorsan képes csökkenteni, majd külön fogom ábrázolni. A következő mágikus képesség ugye a negyedik mágikus képességnek a következménye, mégpedig, hogy kitolja az öregedést, mert ezek a kéregből kiinduló programok, mint Alzheimer, demencia, agyvérzés, Parkinson, stb. Ezeket jelentős mértékben képes javítani, sőt teljesen meg is szüntetni, tehát Alzheimer-es, demenciás betegeknek is csak ezt kellene hallgatni ahhoz, hogy le tudják zárni az elválasztási konfliktusaikat, és ismételten meg tudjanak jelenni a pillanatban. A másodrenden méghen az agyödémát jobban megoldja, mint a kortizon. Egy nagyon lényeges kérdés, mert ugye az agyödémát agydaganatoknak diagnosztizálják. És a másodrenden méghennel minden úgynevezett csontfájdalom ellen van egy fantasztikus segítségünk. Nos, az első eset bemutatása fog megtörténni a következőkben, ami arról szól, hogy egy mediasztinális kálusz, vagyis egy gátorüregi csontszövet kialakulása egy baleset, egy kéz balesete után. Hát ahhoz egyszer mindenképpen tisztáznunk kell, hogy mi is az a gátorüreg vagy mediasztinum, mert ugye laikus ember nem tudja elképzelni, és így még inkább elképzelhetetlen, hogy a kezemnek a sérülése hogyan okozhat ebben az üregben csontszövet szaporodást, hát ugye ezt úgy nehéz elképzelni, de látni fogjuk, hogy orvosi segítséggel ez megoldható. Ugyanis itt ebben a gátorüregben látjuk ezt szemből, a két tüdő közötti területről van szó, ez pedig keresztmetszetben. Itt hátul van a csigolya, elő van a mellcsont, és ez az üreg az, ami a gátorüreg. Látjuk, hogy benne van a szív és a nagyerek, benne van a légcső és a főhörgők, benne van ugye a nyelőcső, és minden, ami a nyakból a hasüregbe át fog menni a rekeszizmon keresztül. Nem részletezném, hogy anatómiailag ezt milyen részekre osztjuk, hiszen nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy egyáltalán tudjuk, hogy a gátorüregben ketyeg a szívünk, és itt vannak a nagyerek, és itt van a tímusz, ugye a csecsemőmirigy, nyirok csomók vannak itten, a két tüdőkapu is itt található, stb. Ez azért mutattam be, hogy utána el tudjuk képzelni, hogy micsoda fantasztikus dolgokra jött rá Hammer doktor egy különleges eset kapcsán. Itt egy olyan munkahelyi balesetről van szó, amiért a beteg csak nem az életével fizetett. A történet 2011. februárjában történt, az akkor 58 éves mester a saját műhelyében balesetet szenvedett, amikor is egy körfűrész csak nem levágta a bal hüvelykujját. Fontos a germán gyógytudomány szerint definiálni, meghatározni ezt a helyzetet, a beteg ugyanis súlyos önleértékelési konfliktust élt meg a baleset kapcsán, mert azonnal felmerült benne a kérdés, hogy vajon meg fog-e gyógyulni, tud-e még majd dolgozni. Ettől kezdve örökké ott motoszkált a fejében ez a kérdés. Konfliktus aktív szakasz, ugye. 5 hónap elteltével jött egy megoldás, úgy tűnt ismét megúszta, és lehető még mester a saját műhelyében. Fájt a bal hüvelykujja, de főként a bal könyöke, ezt teljesen normálisnak tartották. Nem készült a könyökéről röntgenfelvétel. Nyilvánvaló, hogy a
a hüvelykúj gyógyulása, mint sebgyógyulása, az fájdalommal járt. 2011. júliusában erős fájdalmai lettek viszont a második háti csigolya jobb felében. Ez meg is duzzadt, és a duzzadás augusztusra még jobban növekedett, és ennek a csillapítására egy ortopéd orvos, majd négy követője, öt fájdalomcsillapító injekciót adott a betegnek. Sajnálatos módon nem igen sikeredett jól ez az injekció, ez a paravertebrális, tehát a csigolya mellé beszúrt injekcióról kiderült, hogy nem a csigolya mellé ment, hanem keresztül ment a csigolya csonthártyáján, egészen be a gátorüregbe, ugye a második háti csigolyánál tartunk. A idézőjelben átütő siker volt, hiszen az addig fennálló fájdalom hirtelen megszűnt, panaszmentes lett a beteg, ugyanis a csonthártya tasakból, mivel átszórták, ez a félkemény csontszövet, a kálusz most átfolyt, kérem szépen, ebbe a gátorüvegbe, ahol tehát a szív, az aorta, a légcső és egyéb fontos szerveink vannak. Ezt a CT-n jól lehetett látni, és Hammer doktor írt is egy levelet a Tübingeni Egyetem klinikájára. A beteg minden levelet másolatban vitt el a klinikára, és a történet utójáték az lett, hogy a szövetségi orvosi kamara megtiltott minden paravertebrális injekciót, ahogy erről Hammer doktort később értesítették. Nos, ez a történet, ez egyértelmű, hogy egy orvosi műhiba története, és itt láthatjuk a röntgenfelvételeken ezzel a piros nyillal azt a mézdarabot, ami a mediastinumban, vagyis a gátorüregben megtalálható. Ez a lebontott csigolyafélből származik. Itt látjuk a csigolyafeleket, itt már látszik, hogy ez az oldala teljesen hiányzik, és az egész gátorüreg szépen feltelt folyékony csont masszával. Tudjuk jól, hogy a beton is ugye folyékony, mikor megkeverjük, aztán majd megkeményedik. Itt még mondjam azt, hogy a puha betonról beszélünk, ami természetesen még eltávolítható formában van, tehát még nincs megszilárdulva. A lényeg az, hogy mindazt, amit az ortopédusok okoztak, annak a következménye a gátorüregben tökéletesen látható ezen a képen. Most a mediastinumban, ebben a gátorüregben ugye a radiológus doktornő egy egészen más dolgot diagnosztizált. Ugye az ortopédus elküldte 2012. decemberében a beteget a radiológiára, a röntgenre, és a radiológus doktornő úgynevezett kissejtes hörgőkarcinómát állapított meg, de mint tudjuk, ez nem volt más, mint ez a csontszövet, ami éppenséggel a hörgő, vagyis a bronchus környékén volt található. Ha jobban megnézte volna a kolléganő a képet, akkor láthatta volna, amit az előbb mi is láttunk, hogy a második hátsigolya testéből hiányzik a csontdarabka, és ezt a mediastinumban bezárt csontdarabkát tudományosan nézve, hát nem lehet mégsem hörgő daganatnak nevezni. A 6 hónappal később vallotta meg a beteg Hammer doktornak, hogy 2012. novemberétől, amikor a radiológus egy falcs diagnózist, egy hörgőrákot vágott a képébe, onnantól állandó pánik állapotba került, hogy most még rákja is van. Tehát a beteg konfliktus aktív szakaszba került,
És végül is 2013. januárjában Hammer doktornak sikerült megnyugtatni a beteget, hogy nincs ott semmiféle hörgőrák, hallgasson más studenten méhjent éjjel-nappal, és akkor minden rendben lesz. A beteg megnyugodott, és a fennálló konfliktus aktív fázis ismét átment megoldást követő fázisba. Ezen a röntgenképen, ugye szagitális metszet, vagyis nyíl irányú metszet, ez látjuk oldalról, hogy mindenki értse, oldalról látjuk itt azt a szövet hiányt, ami a második háti csigolyánál kimutatható. Tehát ez a háti csigolya bontásából származik, a statikából nem maradt semmi, tehát ha a beteg egy rossz mozdulatot végzett volna, akkor akár harangbénulással is befejezhette volna a történetét. A más studenten méhen tényleg az utolsó pillanatban segített, és a harangbénulás esetén már senki nem mert volna műtétet elvégezni, ez teljesen biztos, ahogy ezt Hammer doktor is leírja. Nos, az ismertetett esetnek kapcsán született újabb öt felfedezés, ami az egész orvostudomány számára újat jelent, ugyanis a szegmenseken belül csontinnerváció felfedezése, hogy ezt mindenki értse, korábban ismertük a bőrbeidegzést, az a bőrdermatóma, valamint az izmoknak a beidegzését, de Hammer doktor felfedezésének köszönhetően most már a csontbeidegzést is megismertük. Az egész szegmentum, vagyis rész itt a háti csigolyától kezdve, egészen le a betegnek az ujjáig egy funkcionális egységet képez, vagyis egy működő egység a kettes háti csigolyától egész a beteg ujjáig, amit pszichikai, cerebrális, organikus, funkciós egység, vagyis magyarul lélek-agyszer szintű egység, és ez egy nagyon lényeges leírás, amúgy az alsó végtagról készült webkonferencia anyagban is egy funkcionális egységről beszélünk az alsó végtag kapcsán is. Nos, a kifolyó kálusz által okozott mediastinális oszteoszarkóma, vagyis ha még egyszer valami ilyet diagnosztizálna valaki, hogy csont szövet van a mediastinumban, akkor természetesen az a, csak is egy átszúrt csonthártyán keresztül juthat oda, és nem lehet kissejtes hörgőkarcinomának nevezni. Ez egy nagy figyelmeztetés a radiológusok számára. A negyedik következtetés pedig, hogy az éjjel-nappal történt hallgatás odahatott, hogy addig ez alatt a beteg lelkében újabb konfliktusok nem tudtak becsapódni, és a legfontosabb, ami a mai napnak a szenzációs híre, hogy a 24 órás hallgatással a sejtosztódás a rossz indulatúból a jó indulatú sejtosztódás felé mozdult el. Tehát ez most a rossz indulat meg jó indulat azért van idézőjelben, mert ez az akadémikus megnevezés. De annyi történt, hogy az exudatív fázisból átment, ahogy mutattam a képen, a megoldás az epileptoid krízisen át a hegesedési fázisban, és amit szövettani mintát a hegesedési fázisban csinálnak, azt már jó indulatúnak fogják nevezni a szövettanászok. A történet vége az egy nagyon hosszú odüsszeja. A beteget ugyanis megoperálták, a második háti csigolyát megoperálták, és az orvosok önmagukat is meghazudtolva a Hammer doktor javaslatára megtisztították a gátorüreget, ettől kezdve szó sem volt kissejtes hörgőrákról, csak a káluszról, vagyis a csontról, a folyékony csontról, de sehol nem volt szabad megemlíteni, szövettanilag sem. Hammer doktor 2013. január 19-én írta az első levelét a Tübingeni Egyetem idegsebészeti klinikájára,
ahová az ő feleségével, a diáklánykájával együtt korábban fiatal orvosként is dolgoztak. 3 nap múlva a beteget felveszik a kórházba, és ezután elkezdődött a halálos kálvária, ugyanis az onkológusok a konziliumon úgy döntöttek, hogy nem szabad addig megoperálni a beteget, amíg előzőleg nem végeznek egy újabb biopsziát. Vagyis, hogy újra megszúrják a háti csigolyát, és vegyenek belőle csontmintát. És amennyiben a szövettani lelet azt fogja írni, hogy rossz indulatú, akkor nem operálják meg a beteget, csak kemót és morfiumot kap majd. Az esetek 99,9%-ában a biopszia lelete rossz indulatú a klinika fődiagnózisának megfelelően, mert ugye a fődiagnózis az volt, hogy csontbontás és térfoglalás, oszteolízis és térfoglalás, tehát a betegnek semmi esélye nem lett volna, és ezt az őt beutaló orvos is elárulta a betegnek. Az orvos a biopszia mellett döntött, még pedig már, és ezt a következő napra kitűzte, holott Hammer doktor egyértelműen ellenezte, hogy ilyen gyorsan csináljanak újabb biopsziát, de az orvos rábeszélte a gyanútlan beteget a biopsziára. Azt azonban, és most idézem Hammer doktor, azt azonban a betegen és rajtam kívül senki sem tudta, hogy a beteg 7 nap és 7 éjszaka óta végtelenített változatban hallgatta a Meisterstudenten Mikhent, a dalt 2013. január 16-án adtam át neki, és a Prof. Schumannhoz írt levelem vázlatával együtt. Ez volt a beteg egyetlen utolsó esélye. Megtörtént a csoda, 7 nap alatt minden rossz indulatú sejt az exudatív fázisból hirtelen a hegesedési, jó indulatú sejté vált. Mindezt a hegesedési fázisban? Hát igen, mindezt, mert már ugye a dallam hatására a folyamat átkerült a hegesedési fázisba. A tübingeni klinika sok hatás alá került, szerencsére a szövettanászok, hisztopatológusok szilárdak maradtak, nem írták rá a leletre, hogy rossz indulatú, egyszerűen csak húzódoztak. A végén az került a leletre, hogy nem rossz indulatú, vagy jó indulatú. Az idegsebészek ezt a leletet aztán valahova elsülyeztették. Nem volt szabad léteznie. Hol azt hazudták, hogy a biopszia anyag mennyisége nem volt elegendő, vagy azt hazudták, hogy eltűnt az anyag, persze egyik se stimmelt. Vagyis a valamikori klinikáján Hammer doktor egy konziliumon a lehető legnagyobb győzelmet érte el, amit csak el lehet képzelni, a Meisterstudenten Mikhent hatásával a rákot legyőzte. Ez el tudjuk képzelni, hogy kint ugye Norvégiában mekkora elégtétel és örömöt jelentett Hammer doktornak, hogy a betegét megmentette a Meisterstudenten Mikhent hallgatása. Az előző Meisterstudenten Mikhentről szóló webkonferenciákon is említettem, hogy a csonthártyának ezt az úgynevezett fantomfájdalmát is megszünteti a Meisterstudenten Mikhent. De mi az a fantomfájdalom? Ugye ilyenkor a DHS mindig egy brutális elválasztási konfliktus, ami átmegy a felhámon és a csonthártyáig hatol. És a konfliktus aktív szakaszban hideg lesz a betegnek a végtagja a csonthártya program miatt, és szétterjedő fájdalma lesz, ezt ugye reumának nevezzük a csonthártya, ősszájnyálkahártya séma szerint működik, vagyis ez konfliktus aktív szakaszban fájdalmas, de hideg a végtag. Az emberek ilyenkor mélyen érzik a hideg végtagot. A felhám is érzéketlen, tehát a bőr is érzéketlen, zsíbat és hűvös, ezt neurodermitisnek nevezzük. Ebből adódóan az egész végtagját az ember hidegnek és fájdalmasnak éli meg, olyan, mintha 1000 tüzes hangya mászna rajta a hideg csontjain egészen mélyen. Aztán jön a megoldási szakasz, amikor is a csonthártyában az érzés csökkenés lép fel, viszont a bőrben a fokozott érzékenység. Ez azt jelenti, hogy ki fog melegedni a végtag, mégpedig a felszínen. Aztán jön az epileptoid krízis, ami megint fordított helyzet,
mert fokozott érzékenység lesz, megint mélyen és csökken az érzékenység a bőrben, épül, mint konfliktus aktív szakaszban, és ha ehhez még hozzájön ugye a szindróma, vagyis a magányosság, az elhagyatottság, meg nem értettség, kirekesztettség, társas magány, kórházkonfliktus, ja Istenem, mi lesz velem történet, akkor ez a tüneteket erősíti, mert víz gyülemlik be oda, ahol éppen folyik a program. Ha pedig egy önleértékelési konfliktus is felépülőben van magában a csontban, ez viszont belülről fogja feszíteni a csonthártyát. Ugye eddig a kívülről ható fájdalom volt, amiről beszéltem, ez a reumás fájdalom, de amikor a csonthártya belülről is feszül, mert ugye a csont exudatív fázisban duzzad, nos, akkor egy végtelenített fájdalom lesz, amit a beteg megél, és ezt krónikus fájdalom szindrómának is fogják nevezni. Na most a Mástudenten méghennel, illetve nélküle nézzük meg, hogy mi a helyzet. Ugye a csonthártya idegfájdalma, itt látjuk, konfliktus aktív szakaszban van, tehát ő az őszárnyálkahártya miatt konfliktus aktívban fáj. Aztán látjuk itt a második lépésben magának az önleértékelés visszaépülése, ami szintén fájdalommal jár, ez viszont ugye belülről feszíti a csonthártyát, és hogyha még a magányosságot is hozzátesszük, akkor a vesegyűjtő csatorna szindróma miatt még több folyadék kerül a csontszövetbe, és ez okozza azt a kibírhatatlan fájdalmat, amiről a betegek beszélnek. Viszont, ha betesszük a Mástudenten méghent, akkor látjuk, hogy már a csonthártya fájdalom le lesz transformálva, a csontszövet visszaépítése optimális lesz, ugye, és a vesegyűjtő csatorna pedig satúféket kap, vagyis további folyadék nem fog oda bejutni a szervezetbe. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a konfliktusoknak az érzelmi szintű megoldása nagyon fontos ahhoz, hogy a program mielőtt ki tudjon futni. Abban az esetben, ha kétoldali a csontfájdalom, akkor egy ötnapos csontszindróma fájdalom fog fellépni az epileptoid dupla krízisben, ami egy bestiális csontfájdalom, ahogy ezt Hammer doktor leírja, de egy jó terapeuta, kedves családtag segít átvészelni a betegnek ezt a fájdalmat, és ha tudja a beteg, hogy ez csupán 5 napig fog tartani, akkor mindenképp ki fogja bírni, viszont ha morfiumot fog kapni, akkor az életével fog fizetni, ami hogy ez már több beteg is megpróbálta, és leállt a szíve. Tehát a epileptoid krízisben nem szabad morfiumot beadni a betegnek. Tehát ha a beteg tudja, hogy csupán 5 napról van szó, akkor ezt az egészet mind túl lehet vészelni. Féloldali csontfájdalom esetén, ugye ha nem kétoldali, akkor a Mástudenten méghen hatására, ha a konfliktus aktív szakaszban hallgatjuk, akkor leállítja további csontlebontást természetesen, és a vérkép se fog tovább romlani, mert leáll a csontlebontás, és leáll a nyilvánvaló a vérképzésnek a további romlása is. A megoldási szakaszban pedig biztosak lehetünk benne, hogy csak a szükséges fájdalmakat fogjuk elviselni, nem tovább és nem nagyobbat, ugyanis az exudatív fázisban létre kell jöjjön az a csontmassa, az a méz, ami majd a hegesedési fázisban meg fog vastagodni, keményedni. Tehát ezért nem lehet teljesen megúszni a fájdalmat, de nem mindegy, hogy egy elakadt folyamat miatt végtelenített fájdalmunk van, vagy pontosan kiszámítható a programnak a vége. Ha a Mástudenten méghent hallgatjuk, akkor ilyen esetben maximálisan 2 hónapig tarthat, súlyosabb esetben 3 hónapig is eltarthat ez a féloldali csontfájdalom, de legtöbb esetben ennél rövidebb idő alatt megoldódik. Nyilván ez a fájdalom nem olyan bestiális, mint a dupla epileptoid krízisben megélt csontfájdalom. Az ideális kórház, vagyis gyógyház
ami a germán gyógytudomány szerint működne, nagyon emberséges medicina és terápia lenne, ugyanis itt minden a beteg körül forog. A rég bevált kezelések alkalmazásával, hideg-meleg borogatásokkal, bedörzsülésekkel, fürdőkkel, fejmasszás, talpmasszás, reflexzóna, autogén tréning és bizonyos esetekben akupunktúra mind hasznos is lehet. Mi is ez az autogén tréning, Réka? Hát ez egy olyan technika, ami relaxált állapotot idéz elő. Nagyon kurtán furcsán ennyit szeretnék erről mondani. Abban segít, hogy a konfliktus aktív szakaszból át tudjunk billenni a megoldási, szakaszban. Pontosan, hát ezért ír Hammer doktor ilyen megoldásokat, mert minden, ami a beteg javát szolgálja, az természetesen használható. Nagyon érdekes ez a 0,9%-os fiziológiai sóoldatban való úszás, ugyanis ebben a sóoldatban való fürdéssel biológiailag úgymond megint az anyamély sóoldatába kerülünk, az őstengerbe, és ilyen, ez segít abban, hogy a felesleges vizet a szervezetünk elengedje. Nyilvánvaló, hogy a magányosság és a létkonfliktus megoldásában nagyon segít a nevetőkabinet, ez egy vízt csináló hely, ahol a betegek bemennek és jókat nevetnek, mert ez a legjobb vidító terápia. És a beteg az, aki itt paradicsomi királynak, királynőnek érzi magát, érzi, hogy minden körülötte forog, és minden érte történik, és nem ellene. Hammer doktor eskütételt helyettesítő nyilatkozatában a következőket mondja. Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek. A Meisterdöntem Mietjent, az ősi archaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt az isteni ajándékot az archaikus melódiák könyvből. A Meisterdöntem Mietjent szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át szeretném ajándékba nyújtani ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását, amit én személyesen szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom a dal bárminemű kereskedelmi értékesítését. Hát ezen a linken már nem fogjuk ingyenesen megkapni Hammer doktor eredeti dallamát, de én tartom Hammer doktor eskütételt helyettesítő nyilatkozatához, és még egyszer felhívom a figyelmet a bemutatott képekre, ami az internetről letölthető, az hamisítvány. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és a fórumban kérem aztán a megfelelő kérdéseknek a tolmácsolását. Nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus előadást, és a fórum rész ez gyakorlatilag egy kérdez, felelek az orvos házhoz jön, nem is akármilyen időpontban, hanem este 10 óra, 10 perckor, amikor is mindenki elcsendesedik az otthonában, felteheti a kérdését, ami önt érdekli.